mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjenek Battlefield hírek, mindenféle Battlefieldről, ami a közel jövőben fog megjelenni. Néha kell egy ilyen kis műsort is csinálni, ahol, ahol így átbeszéljük, átfoglaljuk, hogy mi történik így a gamer világban, és hát most úgy általánosan mi történik a Battlefield világában. Jöjjön Battlefield 4, kezdjük Battlefield 4 el a sorrendet, ugye. Uh, akik Battlefield négyeznek, azok tudják most arra, hogy 2015-ig fogunk kapni újabbnál újabb tartalmakat, és úgy vök vele, hogy hát még jó, hogy most, hogy egy év után sikerült kiavítani végre ezt a játékot olyanra, hogy már azért egészen csinosan fusson, és hát le a kalap a Dice munkássága előtt, mert nagyon jó munkát végeztek a ct nél és nagyon jó frissítéseket, pecseket kaptunk, így aztán már a játék maga egészen szépen fut, uh, fut és, és egyre, 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 kevesebb benne a Hiba. Uh, ugye a különböző tartalmakkal, val tartalmakkal kapcsolatban hamarosan napvilágot lát a Szíziersenkály éjszakai változata. Nagyjából 5 hét múlva uh, fog jönni hivatalosan. A CTN uh, elérhető már, és azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon. Jól sikerült darab, egy szép-szép lett a pálya, a víz fölé egy ilyen kis ködöt raktak, nagyon jól néz ki. A torony már ne, itt nem rombolható le, a játék is átalakult ezen például a C az lekerült a torony aljába. Nincsenek benne tankok, csak elévik lesznek benne, és, és hogy őszintűleg, végre értelmet nyer, igazán értelmet nyer természetesen a hangtompító, és az infrared scope az, az nagyon is értelmet fog nyerni, és nagyon jól átalakítja a, a, a játékstílus. Itt nem arról fog már szólni a játék, hogy adjál bele a poi és szemből neki megyünk az ellenfélnek és lezőzök. Itt, itt már tényleg lehet lopakodni, és rettenkedni taktikát kidolgozni, nem lesz commander, nem lesz uh, UAV, tehát és, és az egész értelmet nyer, és nagyon jó kis uh, ilyen. Hátba kerülős játékstílusokat lehet létrehozni ezen a pályán. Úgyhogy én ezt, én ezt várom kíváncsian. Nagyjából 5 hét, amire meg fog érkezni ez hivatalos verzióba is. Nem tudom, hogy fizetős lesz-e, vagy ingyenes lesz-e, vagy csak prémiumosoknak, stb. stb. Ezek az infok, még nem tudok semmit, de hamarosan meg fog jelenni. Ugye későbbiekben természetesen kijön még egy DLC, ami Uh, ugye úgy néz ki, hogy régebbi battlefield pályáit fogja tartalmazni, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Van egy olyan érzésem, hogy lesz benne egy jó pár Battlefield 3-as uh, pálya is, de először szívesen látnék egy 2142-es uh, pályát is, mondom, azok is nagyon jók voltak és felújítva nagyon uh, jól néznének ki. Nos, uh, Battlefield Hardline dolgok, hogy uh, legalábbis ezek olyan hírek, hogy mit, mit is tervezek a a csatornára ezzel kapcsolatban. Valaki kérdezte az egyik videóm alatt, hogy át fogok-e váltani Battlefield Hardline-ra. Nem átváltok, hanem lesz Battlefield Hardline is, és lesz Battlefield 4 is, ugye, mert jönnek ki az új tartalmak, és és akkor lehet beszélni, és, és lehet beszélni róla. Battlefield Hardline megjelenésénél pedig ugye újabb, újabb videóanyag, tartalmi anyag fog lenni, úgyhogy Battlefield Hardline is lesz, és és Battlefield 4 is lesz. A kódrajongók számára hát inkább Battlefield lesz az elkövetkezendő időkben, azt kell mondjam. Viszont Battlefield 4 el kapcsolatban szeretném kérni a ti segítségeteket is, mivel hogy egy kicsit, már most már hogy egy éve pofázok lassan a játékról, úgy érzem elég sok mindent elmondtam, majdnem biztos, hogy sok minden ki is maradt, ezért szeretném megkérni a ti segítségeteket, hogy mi az, amit még úgy szívesen hallanátok, mi az, amiről szívesen tudnátok, vagy van-e valami, ami ki a csőrötöket, és azt írjátok le nyugodtan kommentbe, és hogyha valami olyasmi, amit még nem dolgoztam föl, nem beszéltem róla, akkor azt, azt nagyon szívesen megcsinálom. Hogyha ilyen um, Phantom Dog Tag és Challenge-ekkel kapcsolatban kell szeretnétek kérdezni, arra nem én vagyok az ember, mivel hogy én nem prémiumos vagyok, én megvettem a DLC-ket külön, így aztán azzal a kapcsolatban nem igazán tudok segíteni, de bármi mással kapcsolatban, hogyha még nem dolgoztam föl az adott témát, akkor, akkor szívesen csinálok róla videót. Nos, de ehhez, ehhez kell a ti segítségetek, hanem akkor, akkor gyakorlatilag ilyen random gameplayek lesznek valószínűleg Battlefield 4-el kapcsolatban. A másik dolog ez Star Wars Battlefront. Hú, én nagyon rá vagyok indulva arra a játékra, hogy őszinte legyek. Szeretem a Star Wars-t. Nem mondom, hogy fanatikus vagyok, de így rajongója vagyok magának a filmsorozatnak, az Univerzumnak és, és a benne megtalálható kütyüknek, hogy őszinte legyek. És, és örömmel hallottam, hogy végre megjelenik ez a játék uh, újra. <laughs> és és azt kell mondjam, hogy az ugye röppengetnek föl hírek, hogy mi hogyan fog nézni, ugye valószínűleg eléggé epik csaták lesznek, fagyos bolygóktól keresztül egészen ugye az Endornak a holdjáig el fogunk jutni, és az Endor erdőiben fogunk ott harcolni, és lesz ott minden, és legalábbis ez, ezek azok a plegykák, és ugye fölröppent most egy újabb plegyka, ami aztán, hú, eléggé megmozgatta a fantáziámat, hogy őszinte legyek. Van egy oldal, ami, hát ilyen Star Wars fan, fan oldal, és ők, hát Állítólag ugye tudják a dolgokat, de hát eddig hitelesnek bizonyultak a filmekkel kapcsolatban, e, majd kiderül még, hogy a játékok kapcsolatban is mennyire lesznek hitelesek. E, de ugye olyan pletyka merült fel, hogy Star Wars Battlefrontban lesz űrcsata. És hát nem minden játékmódban lesz elérhető. De valószínűleg lesznek ilyen űrcsaták, és nem csak ugye kisebb ilyen cirkáló csatákra kell itt gondolni, hanem ott, ott lesznek ilyen romboló csaták is. És és azért belegondolva, tehát visszahozni egy kicsit ezt a e, titán módozatot a 2142-es betűfűről, csak ezt ilyen le e, űrözve, és akkor így, így el tudom képzelni. Tehát az lenne a legepikebb tehát az lenne a csúcsok csúcsa már egy ilyen, azt kell mondjam, 2015-ös vagy így a 21. század egyik részénél, hogyha ilyen Uh, nem tudom, bolygón megy egy csata, és akkor úgy döntesz, hogy kimész az űrbe, és ott is folyik egy csata. Tehát ez az maga az, 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 epic fight lenne. És így eldöntheted mondjuk, hogy bolygóra szponolsz, vagy egy űrben lévő cirkáróra, ami éppen a bolygót bombázza. Na jó, egy kicsit elment a fantáziám, de a lényeg, ami a lényeg, hogy, Uh, hogy lesz, lesz úgy néz ki, hogy lesz űrcsata, ezek masszív plegykák, ezeket nem szabad készpénzként uh, kezelni, mert mert egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ez így lesz, ezek nagyon-nagyon plegyka szinten kezelendők, de hogyha már csak ilyen cirkálós űrcsata is lesz, és lesz mondjuk a távolban két ilyen um, romboló, akkor a, már, már eleve olyan feelingi lesz az egésznek, és, és azt kell, mondjam, hogy hogy már oda tart a gamer világ, és hát olyan szintű dolgokat képesek ugye már megcsinálni az alkotók, hogy, hogy uh, akármi is lesz ezzel a Star Wars Battlefront-tal, ez a játék valamilyen szinten epic lesz. Szóval a Battlefield 4 is már önmagában megvan egy ilyen látvány, megvan az a, az, az epic látványvilága, a, a, nagyon frankó dolgok benne, ugye. Mikor, mikor gondoltunk volna bele, mondjuk ezelőtt 5-6 éve, hogy mondjuk lesz egy olyan DLC, vagy lesz egy olyan része a Battlefield-nek, ahol, uh, ahol ilyen csak tengeri csata folyik gyakorlatilag, vagy vagy éppen uh, egy hajó beleütközik egy szigetbe, vagy ledől egy torony Szóval uh, ilyen szintű dolgok lesznek, és, és hogyha ez a Star Wars Battlefront... Uh, ilyesmikkel, tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyszerű jelenetekkel lesz, lesz tele, ez egy fantasztikus, uh, látványos játék lesz. Úgyhogy nagyjából ez vár, ezek várhatóak uh, a közeljövőben, és hát igen, én nagyon kíváncsi vagyok mindegyikre, a BF Hardline-ra is, főleg a single player-re, tervezem, hogy csinálok egy ilyen végigjátszást, amolyan necrocrim féle módon, és uh, és lesz Battlefield Hardline Multiplayer, BF4 multiplayer is lesz, hogyha szeretnétek valamit kérni, akkor akkor kérjetek. És lesz Star Wars Battlefront is, tehát én, én nem szeretném kihagyni azt a játékot, már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy ja, ennyi lett volna. Dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok föl, tudjátok a dolgokat, írjátok le, miket gondoltok, mit vártok el a jövőbeli játékokról. Sziasztok!